2020-as naptári évben is nagyon sok izgalmas program vár ránk a Nemzeti Énekkar énekeseire és karnagyaira egyaránt. Ennek egyik kiemelkedő állomása lesz a február 26-i második koncertünk a Pásztibérletben, a Sanzonok és Balladák, de hát rengeteg szuper kezdeményezésben veszünk részt, oratórikus kompozíciókban működünk össze, ahogyan ennél az énekkarnál ez már megszokott. A program nagyon közel áll hozzám, hiszen évekkel ezelőtt arra gondoltam, hogy új darabok írására kérek fel bizonyos zeneszerzőket, például Vajda János, Tóth Pétert, Bánkövi Gyulát, hogy olyan kompozíciókat írjanak, amelyek a már meglévő, ismert zeneirodalomban komoly helyet foglaló akapella darabokat valahogy folytatják, vagy ugyanarra a szövegre írhatnának ezek a zeneszerzők. Két alapvetően énekes műfajjal fogunk találkozni. A drámai balladákkal és a lírikus sanzonokkal. Lesznek francia szövegek, lesznek magyar szövegek, szóval igazán vegyes a program, és úgy is állította össze Somos Csaba karnagy úr a sorrendet, hogy lehetőség szerint a közönség ebbe az érzelmi teniszmérkőzésben azért részt vegyen, hogy hol az egyik oldalon üljünk, hol a másik oldalon. Maga a válogatás egy olyan kosár, egy olyan csemege, melyet így együtt nagyon ritkán lehet hallani. Tényleg a francia szövegeknek a szépsége, illetve ezek a súlyos balladák, melyek én azt gondolom, hogy ritkán álltak párban eddig ennyire ellentétes érzésű és karakterű atmoszférájú környezetben, önmagában egy különlegességet ígér. Ezért egy nagyon jelentős színművészt, Dunai Tamást hívtunk meg, hogy ismertesse és mondja el ezeket a csodálatos verseket. Mindenkit nagy szeretettel várunk egy igazi farsangi csemegére, a farsangi hangulatba öltöztetve, de azért talán egy picit komolyabb hangversenyre, a Sanzonok és Balladákra február 26-án.